Kedves tévénézők, az ünnep kapujában vagyunk. A koszorón már mind a négy gyertya ég, még egy pár nap eltelik, és megérkezik karácsony ünnepe. Az emberek sokáig várták a Messiásnak az érkezését, és akkor is, amikor már a Messiás itt volt, még akkor is kérdezték, hogy vajon valóban ő az a Messiás, akire vártunk. Hallgassuk meg most Lukács evangéliumának üzenetét, a 7. fejezetből olvasom, a 19. verstől kezdődően. János magához hívatta két tanítványát, és elküldte őket az Úrhoz, hogy kérdezzék meg, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor a két férfi Jézushoz ért előadta, keresztelő János küldött minket azzal, hogy hozzád, hogy kérdezzük meg, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Épp sokakat meggyógyított különféle bajokból, betegségekből és megszabadított gonosz lelkektől, a vakoknak pedig visszaadta a látásukat, ezért így felelt nekik, menjetek és jelentsétek Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam. Ennyi az idézet az evangéliumból. Újra közeledik az ünnep. Két évig a karácsonyunkat megjelölte a járványnak a különféle korlátozásai. Az idén pedig szintén nem tudunk egészen felhőtlenül ünnepelni. Ha körülnézzünk magunk körül a világban, hány és hány ember testvérünk azt se tudja, hogy lesz-e villanyvilágítás a karácsonyra, lesz-e fűtése, lesz-e mit enni. Itt viszonylagos békében és nyugalomban várhatjuk az ünnepet, de sokan már megkezdik ünnepelni a karácsonyt december 1-től, kinyitnak a karácsonyi vásárok, és az emberek keresik karácsonynak a titkát, keresik karácsonynak az üzenetét, de vajon megtalálják-e? Egyre kevesebben kérdezik, hogy te vagy-e a Messiás, vagy mást várjunk. Mert karácsonynak a lényege az, hogy az Isten kicsiny, törékeny gyermekké lett, az Isten emberré lett, az Isten egészen közel jött hozzánk. Mindnyájunknak vannak kisebb-nagyobb gondjai, nehézségei, keresztjei, és néha már a vállunk egészen legörnyed, meggörbülünk az élet terhei alatt, és néha nem bírunk felegyenesedni, nem bírunk felnézni. És az Isten emberré lett, gyermekké lett, kicsiny gyermekké, akit a jászolba fektettek, hogy a terhek, súlyok alatt meggörbült ember észrevegye őt, hogy ne kelljen rá felnézni, hanem ott a jászolban, ott van az Isten. Így szeret bennünket az Isten, minden éven emlékeztet bennünket arra, hogy ébredjünk fel, ahogy Szent Ágoston szinte kiáltva mondja, hogy ébredj fel ember, mert az Isten te érted lett ember. Ez a karácsonynak a titka és az üzenete, hogy az Isten közel jön hozzánk. Ő a Messiás, ő a megváltó, nem kell mást várnunk. Imádkozzunk azokért a testvéreinkért is, akiket háború sújt, akik különféle nehézségekkel küzdenek, vagy magányosak, már nincsen senkiük, hogy ők is valamit megérezzenek Isten szeretetéből, hogy szűnjék meg a rossz, a háború, a gyűlölet, a szeretetlenség, mert sokkal könnyebb lenne mindenkinek ezen a világon, hogyha nem kellene háborúzni, ha nem kellene mindig csak azt nézni, hogy nekem még több legyen. Kitől tudom még ezt vagy azt elvenni, hogy neki ne legyen, és nekem kétszer annyi legyen. Ha Jézus üzenetét komolyan venni az egész világ, sokkal könnyebb és egyszerűbb lenne az élet. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy Jézus az a Messiás, akire vártak a régiek, és akinek a születését mi is várjuk, és évről évre ünnepeljük. Adja Isten, hogy karácsony békéje, szeretete
eljöjjön a mi szívünkbe és a mi életünkbe is, és hogy eltöltsön bennünket. Kívánok mindenkinek Isten áldotta, szeretetteljes, békés karácsonyt, és Isten segítsen és kísérjen bennünket az elkövetkező 2023-as új esztendőben is.